Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Augusztus 20-án Szent István ünnepén hagyományos módon Székesfehérvár megye jóváros közgyűlése átadta azokat az elismeréseket, amelyeket ekkor általában szokás. Tehát ez az előzmény. És vendégem pedig Hartyányi Judit, aki Pro Civitate díjat vehetett át ezen a szent napon. Gratulálok, tisztelettel köszöntelek, szervusz! Jó estét kívánok, szervusz, köszönöm szépen a meghívást, és köszönöm a gratulációt, nagyon megtisztelő nekem. Igen, minden székesfehérvári nevében, és minden, én azt hiszem az egész ország elismeréssel adózik egy olyan nagyszerű pályafutás előtt, amiről most fogunk beszélni, hiszen az utóélete a nagyszerű pályafutásnak az elismerés, viszont van egy olyan előzménye, ami azt hiszem, hogy mindenki számára példa lehet, hogy miként építheti fel magát, és miként juthat el a választott hivatásában egy ember addig, hogy elismerik szinte az egész országban, és külföldön is természetesen. Kezdjük 1963-ban, amikor az ifjú Hartyányi Judit úgy döntött, hogy a Vasvári Pál gimnáziumban megkezdi tanulmányait zongora és fuvola szakon. Ez akkoriban, nem, azt nem mondom, hogy nem volt általános, hiszen elég híres volt a vasvári abból a szempontból, hogy az énekzene tagozatot működött. Igen, tulajdonképpen ez is már következménye valaminek, mégpedig az énekzenei általános iskolának. De most annyira nem menjünk vissza, mert erről már beszéltünk, és sokszor lehetett hallani többször erről, hanem tényleg a 1963 Vasvári Pál gimnázium. Ez természetes volt, hiszen az énekzenei általános iskola folytatásaként az énekzenei tagozatos gimnáziumi osztály indult meg. Ez akkor még ugye Kodály Zoltán életében és az ő támogatásával volt lehetséges, hiszen Kecskeméten és Budapesten is hasonlóan alakult az általános iskolák folytatásának lehetősége. Tehát az, hogy a Vasvári Gimnázium fogadta be ezt a zenei osztályt, ennek biztos, hogy volt városi művelődési osztály előzménye, de nagyon jó, hogy a Vasvári Pál Gimnázium fogadta be az énekzenei osztályt, hiszen ott volt már pedagógia szakos gimnáziumi osztály is. Tehát nem kellett ezt különösebben elhatározni, azt hiszem természetes volt, hogy oda ment. És egyenes út vezetett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolára. Mihály Gyuláni Esztinéniről majd esik szó később, most pedig a 1967-es év, 66-67, amikor Kodály számtalanszor volt járt Székesfehérváron, nyilván az ő nevéhez is kötődik, én azt hiszem, hogy az örök emlék mindnyájunknak, hiszen ez is egy pozitív megerősítést adott. Most viszont akkor menjünk fel Pestre. Ez egy egyenes út volt, ugye? Az Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola. Mondhatni, egyenes út volt, igen, bár azért annyira szeretnék egy mondat erejéig talán visszatérni, hogy az a fuvola zongora, itt akkor nem csak a gimnázium, hanem a zeneiskola is belejátszik abba, hogy hogyan alakul egy ember élete, nevezetesen itt az én szakmai világom, és a zeneiskolában és az ott működő zenekarban nagyon szép éveket töltöttem, és töltettem a tanáraink révén, akik akkor Budapestről jártak Székesfehérvárra. Tehát ez a zenei oldal, a hangszeres részről való megerősítés, ez a zeneiskolához tartozik. És azért még a zenei részhez hozzá említeném, hogy a református gyülekezetben volt egy énekkar, és az énekkarban akkor voltak évfolyamtársak, vagy körülbelül, tehát Bódi Árpi és Dóci Péter, Dóci István, Somogyi Nelli, és még többen, akikkel mi kamara koncerteket adtunk. De ez az egész, ez a református egyházhoz tartozik. Erről talán még eddig nem volt szó, de nem azért nagyon. Ez is érdekes. Igen. Érdekes. Viszont számtalan kórusnak voltál tagja, tehát a Liszt Ferenc Kamara Kórus, a Primavera Quintet, nem sorolom, a Magyar Rádió énekkarában is, illetve a Szilágyi Erzsébet női kar. Azt hiszem, hogy ez mind-mind csak megerősített abban, hogy ez a pálya igazán, ez a pályaív, ami ott elkezdődött, ez elkísér.
Igen, a kórus éneklés, hát igen, Fehérvár Énekzenei Általános Iskola. Tehát ahova én értem most, és elismert a város ezzel a kitüntetéssel, amit nagyon köszönök most és itt is, az igazából Székesfehérváron kezdődött el kisgyerekként. És aztán ennek a különböző állomásai, a kórusok jöttek Budapesten egymás után, tagja voltam, vezetője voltam. Tulajdonképpen a kórus éneklés maga is az iskolában kezdődött. Igen, általában azt mondják, hogy egy végzett pedagógus mindig szívesen emlékezik az első esztendőkre, bármilyen nehéz volt, hiszen Vasvári Pál gimnáziumban 8 esztendőn keresztül oktattad a fiatalokat, és közben viszont mindig volt valami más. Tehát ugye 77-től a Kecskemét a Kodály Zenepedagógiai Intézet, aztán a Népművelősi Intézet később Budapesten. Tehát mindig volt valami, amivel többet adtál, mint általában egy pedagógus, aki lehorgonyoz egy bizonyos helyen, és jól természetesen elvégzi az oktatói munkáját, de te ezzel soha nem elégedtél meg. Hát, illetve kaptam ezeket a lehetőségeket. Tehát ez nagyon érdekes, hogy igyekeztem mindig, meg igyekszem a tőlem telhető legjobb módon továbbadni azt, amit kaptam, nem csak a kezdetekben, hanem az évek során nagyon sok mindenkitől, hiszen itt azért a Vasvári gimnáziumban, bocsánat, hogy itt kiki szaladok egy fél mondatra, hogy Nagy Lajos tanár úr az emberi mérték, Román tanár úr, mint irodalmár, filozófus tanítása, Döbrentei tanár úr, aki megszerettette a kémiát, és majdnem kémia szakos tanár lettem. Tehát ezek az emberek rengeteget adtak, emberileg is. És hát párhuzamosan persze ment az ember. Én ugye abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy 78-ban érettségiztem, tehát ugye még nekünk Szenkovics Szilvia volt az énektanárunk, ugyanakkor Sobor tanár úr, Román tanár úr tanított bennünket. Igen. Az egy felejthetetlen időszak volt. Hát így van. Igen. Ugyanakkor párhuzamosan szintén jött a tanítás magasabb szinten, hogy tetszik a tanítóképző főiskola, és ugye a református időszakról már esett szó, de Sárospatak az biztos mély nyomot hagyott. Igen, tulajdonképpen mint tanárnak adottak a lehetőségek, tehát már az előbb említett felsőfokú karnagyképzőn való tanítással, és hát a sárospataki kántorképzőben is ez a lehetőség, hogy az ország minden részéről jövő gyerekeket református zenére taníthattam, és karvezetésre is. Ez persze a Berkesi tanár úr szárnyai alatt kezdődött, mert őt látogattam, és tanulhattam tőle a debreceni kántorképző tanfolyamokon, és aztán örömmel végeztem ezt már Sárospatakon én. Én azt gondolom, hogy amikor egy pedagógus fejlődni kíván, és tesz is érte, az el is érheti a céljait. Hát ez így történt, mert mindig egy lépcsőfokkal feljebb, tehát gondolok itt elsősorban, nem mintha a gimnáziumi oktatás az lebecsülendő lenne, de mindig léptél a saját ritmusodban, vagy egyszerűen a kihívás éltetett? Mivel itt a református szál már kétszer is előkerült. Ez nyilvánvalóvá teszi, hogy én a református hitemet gyakoroltam is mindig, de most ezekre a kérdésekre, vagy erre a segítő, vagy előre mutató mondataidra azt mondom, hogy soli deo gloria. Én ezt így éreztem, talán nem akkor, amikor egészen fiatalon kezdtem. De egyre inkább megerősödött bennem, hogy nem én keresem az utamat. Tehát ahogy mondtad, hogy talán az ember soha nem elégedett meg, hanem ment tovább, vagy akar tovább menni, de ez igazán nem az akaratom volt. Ezt muszáj így mondom. Tehát valamiféle őszintén. Eleve elrendelés? Hát valamiféle iránymutatás. És a Katolikus Rádióban volt egy műsor nem olyan régen, és
azt választottam, hogy Utaid Uram, mutasd meg, hogy el ne tévejedjem. Na most ez nem egy egyházi műsor, és nem erről kell nekem beszélni. De ez fontos. De hát nagyon fontos, igen. És ezt az útmutatást én igyekszem észrevenni, és mindig kérem is. Tehát iránymutató a tanítás egy hittel élő embernek mindenképpen. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy az ember, a földi ember is keressen magának példaképeket, akikre nem feltétlenül hasonlítani szeretne, hanem hozzájuk hasonlóan kiteljesedni a pályáján. Igen, ez így volt. És tulajdonképpen van is. Nagyon jó. Karvezetés. Ugye a karvezetés az egy különleges dolog. Én azt gondolom, hogy az emberek többsége, ha néhány jó hangú fiatal vagy kevésbé fiatal összeáll, akkor el sem tudja képzelni, hogy az lehet nyugodtan kakofónia is, hiszen kell hozzá egy karvezető, mint ahogy a csodazenekarokhoz is kell, karmester nélkül nem működik a dolog. Mi a titka a jó karvezetői munkának? Hiszen itt felsorolni nem szeretném, mert hogy 1974-től szintén egy fantasztikus pályát futottál be karvezetőként. Milyen egy jó karvezető? Ezt megkezdtem egyébként Horányi Oti nénitől, igen, aki nem adott nekem választ, azt mondta, hát jó, odafigyel, ért hozzá, de szerintem ennél kicsivel több kell. Tulajdonképpen ebben a kérdésben is vissza kell menni, mert 1961-ben a Csillebérci úttörőtáborban vezényeltem az osztályunk kamarakórusát. Ez megint az énekzenei általános iskolához megy vissza, és a fehérvári kezdetekhez. És Csillebércen aranyérmet kaptunk. Na most valahol én ott kezdtem karvezetést tanulni, mert amikor próbáltuk azokat a műveket, amiket mi versenyre vittünk, hiszen ez úttörő kulturális seregszemle volt, azt, hát Eszti néni mutatta nekem, hogy hol kell belépni, meg hol, milyen szólam következik, akkor azokkal együtt kell gondolkodni, sőt már megelőzni az ő belépésüket, meg ilyesmit. Tulajdonképpen ez érdekes, hogy így tanultam, tehát nem karvezetést tanultam először, hanem zenéltetni egy osztálykamarakórus. Tehát a íve van a történetnek, hiszen Csillebérc, Volán, Vasvári leánykar, egészen az Erkel Ferenc vegyeskarig. Azt hiszem, hogy ez megint egy olyan felfelé ívelő pálya. Hogy érhető tetten a karvezető fejlődése? Egyik oldalon nyilván, hogy egyre magasabb szinten dolgozik, a másik oldalról pedig, hogy lehet tanulni, fejlődni évről évre, kórusról kórusra? Egyfelől nagyon sokat kell kórusban énekelni, meg kórus koncerteket, felvételeket hallgatni. A kórusbeli éneklés, tehát ha az ember belül van, és az vérévé válik, és a zene apró részleteit magáévá teszi, és átéli, ha a másik oldalára kerül a kórusnak, akkor már jobban tudja, hogy mit kérjen. Tehát ha átélte a zene élményét, mint énekes, akkor szerintem jobban tudja azt az élményt megvalósítani, kérni az énekesektől, amihez kell persze olyan manuális tanulás is, ami bizonyos szabályokat hát lehetővé tesz, ami az érzelmeket segít kifejezni. Virtuálisan a dalokon, a szerzőkön keresztül bejártad a világot korábban is. Aztán egyszer csak kitágult a világ, hanem valóságosan is lehetőséged nyílt arra, hogy jó szerintem az egész világon oktass. Ha csak azt mondom, hogy a Kodály program az Egyesült Államokban, illetve Kaliforniában fél év, az csoda önmagában. Itt majd képeket is fogunk látni ezekről, de aztán volt Írország, Fülöp-szigetek, Olaszország, Szlovénia, Malajzia, Új-Zéland. És ez mind-mind meg annyi olyan hely, ahol mi el sem tudjuk képzelni, hogy szívesen látják a magyar kórusvezetőt, a magyar zenét, hogy Kodállyal foglalkoznak valóban. Én nagyon is jól tudom mostanság, hogy hol mindenhol, de számunkra akkor ez akkor is furcsa volt.
abban az időszakban? Hogy kerültél külföldre? Hogy kezdődött az egész? Ez 1995-ben kezdődött. A Holy Names College volt akkor, most azóta már University a nevében, meg talán a programjaiban is. Meghirdetett egy állást, mert az egyik kollega elment Ausztráliába onnan tanítani. És meghirdették ezt az állást, és erről engem Kocsárné Herboli Ildikó, aki tanárnőm volt, akihez tanítási gyakorlatra jártam a Váci utcai énekzenei általánosban, még akadémistaként, keresett meg engem, hogy ő engem ajánlana erre a pályázatra, illetve hogy adjam be, és akkor ő ajánl, meg Forrai Katalin is ajánlott. És megpályáztam ezt az állást, és megkaptam. Tehát ez volt a külföldi tanítás kezdete, az egy éves kaliforniai tanítást jelentett. Ez egyfajta misszió külföldön tanítani. Igen. És ezt először talán az ember nem is tudja. Elmegyek, tanítok, nem tudom mi lesz, tehát beleugrik fejest a nagy feladatba. És később derül lesz ki, hogy igen, micsoda misszió, és hogy nagyon sok magyar tanár került ki külföldre, például ebbe az intézménybe is, ahova mehettem, és 2015-ig taníthattam ott nyaranként, meg szemesztereket közben, és ezen a nyáron voltam ott az 50. nyári kurzus meghívottjaként. Tehát ott is láttam, hogy mennyi magyar tanár működik, az amerikai Kodály tanárok éves konferenciáin előad, kórust vezet, tehát sokan vehettünk részt ebben a misszióban, vagy igen, vehetünk részt. Igen, Britániát még értem, tehát Anglia, Írország, valamelyest. Bár erről is kell, hogy néhány szó essék, de nehezen, körülbelül annyira csodálkoztam, amikor elolvastam, hogy Malajzia és Fülöp-szigetek, mint mikor azt mondta, Pac Zoltán nemrégiben vendégem volt, ugye a Szent István Bazilikában koncerteztek, és utána beszélgettünk arról, hogy ugye Kínában tanított fél évet, aztán utána még fél évet, és hogy Kínában oly népszerű a Kodály program, hogy különböző kantonokból, hatalmas nagy tartományokból 3-400 ezer jelentkezőből választják ki azt az ezret, ami kínai léptékről beszélünk. Igen, igen. És egyszerűen azt nem tudtam elképzelni, hogy mi a vonzó a Kodály programban, mi az, ami a magyar énekzene pedagógusokat olyan szinten megkülönbözteti, hogy szívesen látott vendég tanárok a világon mindenütt. Hát Kodály Zoltán maga kezdte ezt az utat, tehát az amerikai Kodály program létrehozását és létét, mert ő Szőnyi tanárnővel meghívást kapott egy konferenciára, amerikai zenepedagógusok konferenciájára. Ha jól tudom, ez 1966-ban volt, már az 1964-es ISME konferencia után, ami itt volt Budapesten, és akkor ide sereg lett a világ rengeteg ének tanára. Ez egy óriási dolog volt, és egy nagy áttörés, hát 64-ben képzeljük el, hogy magyarok nem mehettek külföldre, és hát külföldiek is csak bizonyos ilyen világszenzáció számba menő konferenciákra jöhettek. Tehát ez volt a kezdet. Utána meghívták Kodály Zoltánt előadni, és ott volt jelen ennek a Holy Names College-nak a zenetanára is, Sister Mary Alice, tehát az egy katolikus college volt. Akkor most is még tanítanak ott nővérek. És a keleti partról Denise Bacon szinte egy időben indították el ezeket a programokat, és utána már ők szervezték tovább az amerikai Kodály tanárok konferenciáit, OAKE, Organization of American Kodály Educators-nek a rövidítése, minden évben más államban. Tehát ez valahogy lett.
Tehát így lett Malajzia és Fülöp-szigetek is. Az a Nemzetközi Kodály Társaságban levő működés következménye, mert a Nemzetközi Kodály Társaságot éppen itt a Holy Names University-n, illetve akkor College-on alapították meg 1973-ban. Tehát tulajdonképpen korábban, mint a Magyar Kodály Társaságot. Idén 40 esztendeje, hogy részt veszel a pedagógus képzésben, méghozzá nemzetközi szinten. Ez is nyilván nem kapcsolódik valamelyest a Nemzetközi Kodály Társasághoz, hiszen ez egy rendkívül kiemelt társadalmi szervezet. Igen, egészen biztosan. Na most az amerikai közreműködés, tanári közreműködés nagyon közel hozott a Nemzetközi Kodály Társasághoz, és tulajdonképpen a Nemzetközi Kodály Társaságban 35 ország van jelen, és rendeznek ugye az amerikain kívül nemzetközi szemináriumokat, és ebbe hát milyen tanítás, milyen zenei működés során kerül az ember. Biztos, hogy az Amerika közrejátszott, de közben az említett Anglia egy tanácsere kapcsán jött létre. Tehát megint csak a tanítás, aztán közben azért párhuzamosan a kórus munka is természetesen. A tanítóképző főiskolán tanítottam, amikor az óvodapedagógusok szerveztek egy tanárcserét angol óvodapedagógusokkal. Ez olyan 25 évvel ezelőtt volt körülbelül, és elindult ez a csere. Először angolok jöttek megnézni a mi tanításunkat, tanítóképző főiskola, óvodapedagógiai foglalkozások, és ők akkor visszahívtak bennünket az ő nyári szemináriumukra, ami a British Kodály Academy szervezésében folyt. 10 nyáron át jártam oda-vissza, tehát ez meg itt kezdődött a tanítóképzővel való együttműködés. Szerteágazó, hiszen a kóta, a Magyar Kodály Társaság, a Bárdos Társaság, ez rengeteg idő. De most nyilvánvaló, hogyha valaki a választott hivatásában azt teszi jobbító szándékkal minden egyes pillanatban, amiért leszerződött a hitével, az életével, az egy nagyszerű dolog. De hogy lehet ezt bírni, hiszen ez oly szerteágazó tevékenység, és oly sok időt vesz igénybe, hogy jószerűvel mindegyik, ha úgy tetszik, kivétel nélkül teljes embert kíván. Nagyon be kell osztanod az idődet. Biztos így van, hogy teljes embert kívánnak, küszködöm is, meg harcolok az idővel nagyon sokszor, de megtapasztaltam sokszor, hogyha az ember kap egy feladatot, akkor ahhoz megkapja az erőt és a lendületet is, hogy ezt véghez vigye. Természetesen kell hozzá egy megértő család, értve férj és gyerek és unokák is akár, akik tudomásul veszik azt, hogy utazom, jövök, megyek, a nyár is arról szól, hogy bizony nem csak nyaralunk, és bármikor tudok az unokákkal együtt lenni. Ezt létre kell hozni, meg kell teremteni, de hát ez így jó, ahogy van, mert hát tulajdonképpen a munka nagyon fontos, és hát a munka a zenéről szól, és ha az embernek szenvedélye a zenélés meg a zene, hát akkor az nagyon fontos, inkább beviszi a családjába is. Hála Istennek gyakorta találkozunk Fehérváron, és most elárulok egy titkot, amikor kiszivárgott, mert felhívtak engem, hogy kik kapják a díjakat, az ember, aki elmondta, az könnyezve mondta, hogy végre már, hiszen amellett, hogy Székesfehérváron ezt nyilván tudod, hogy nagyon szeretnek téged, egykori tanítványaid, és mindenki, aki valaha is kapcsolatba került azzal a pedagógiai munkával, azzal a kórusvezetői tevékenységgel, ami a sajátod, az mindannyian így gondolkodnak, de ez most tényleg. Nos, adja magát a kérdés, milyen gondolatokkal fogadtad az értesítést az elismerésről?
nagyobb meglepett, mert soha nem gondoltam arra, hogy valami kitüntetéssel járhat az, amit az ember csinál. Mert csinálja azért, mert kapott lehetőséget, kapott tudást, és akkor azt tovább adja. Na most ugyanakkor meg elkezdtem visszafelé gondolkodni, hogy tulajdonképpen egy ilyen kitüntetésben sok mindenki van, és főleg rengeteg szeretet van benne. Tehát én a szeretet megnyilvánulásaként fogtam föl ezt a kitüntetést is. Az, hogy a közgyűlés megszavazta, az rendkívül megtisztelő, és éreztem benne a megtiszteltetést, érzem benne, de ugyanakkor nagyon sok szeretett megnyilvánulást is, amit kifejeztek. Volt osztálytársak, volt kollégák, megtudva azt, hogy ezt a kitüntetést kaptam, és SMS-t írtak, e-mailt írtak, telefonáltak. Nem is gondoltam, hogy ennyien veszik a fáradtságot arra, hogy jelezzenek. Tehát ez biztos csak szeretetből jöhet. És ennek örültem nagyon. Egyetértek. Megköszönöm én a sorsnak, hogy tanulja lehettem a pedagógusi pályafutásodnak. Köszönöm, hogy itt vagy velünk, itt vagy nekünk, hiszen a énekzene tanítók, az énekzenét kedvelő diákok számára ugye példakép vagy. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Köszönöm szépen, és köszönöm Székesfehérvárnak azt a sok örömöt, mert természetesen egy hosszú, most már mondhatom, hosszú élet után, életben lehet sok buktató, de nagyon sok örömöt kaptam, és ezt azért Székesfehérvárnak nagyon köszönöm. Mert hogy mindennek rendelt ideje van. Köszönöm Igen, szépen. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Hartyáni Judit volt. Maradjanak továbbra is velünk, minden jót kívánok, viszontlátásra!